és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájunkra. Erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vezessen, amelyet Krisztus szerette a világot, és halálra adta értünk önmagát. Aki velem él és uralkodik a Szentlélek keresztjében, Isten mi örökkön örökké.
és emiatt hasznak vittek elé. Odaállították középre, és így szóltak hozzá. Mester, ezt az asztalt házasságtörése mérték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz? Ezt azért kérdezték, hogy próbálhat legyék és vállalás. Jézus lehajolt, és az ujjával érni kezdett a föld. Ők azokat tovább hallgatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta neki. Az vesse rám az első követ, aki közülete bűn nélkül van. Aztán újra lehajolt, és tovább ért a föld. Azok meg ennek hallatára egymás után elolvadtak. Kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonynak. Jézus fölegyenesedett és megszólította. Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el? Senki, Uram, felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki, én sem ítélek el, menj, de többé nem ítélek. De mi volt rajta? Mit rajzoltál? Ne rajzoltál a családot, igaz? Hát akkor lehet, így van. Na, ügyes. Nem lehet valamit rajzolni. Valamit fest. Valamit kirakott legóbb, igaz? Én is megmondom őszintén, azt válaszoltam, hogy mit te. És biztos, hogy rajzolásnál is volt, meg a festésnél, ugye? Amikor már látható, hogy milyen az a rossz, mi lesz a vége. Hogy akkor, hát igen, még egy kicsit így kell színezni a zetet, még egy kicsit oda kell tenni az űrhajóra, itt a tetejét, még egy kicsit a szárnyát, még oda kell tenni ezt. Na, azt mondom, már rége felé van a rossz, vagy a testés, vagy a legújabbás, ugye? Akkor mi is itt vagyunk a nagy bőjtel, ugye, vége felé van. Na már nincs sok vissza, már egy pár hét, na de hát hogyan ez a mi készületünk, húsvétünk. Én is akkor az volt, hogy festett valamit, hogy az ember elmerül egy-egy dologban, de tudom én is rajzoltam, egy kisbabát rajzoltam, egy portrét, és az ember egészen másokkal közel néz, hogy kicsit így eltávolod, egy kicsit messze megyek, hogy nem csak jó ez így. Olyan vezetetéseket, hogy összerakni az ügyben, hogy lehet, hogy kimaradt valami lépés, és akkor jó, szét kell bontani a felét, hogy összebb.
nincs rá akarokra. És van egy csoda. Jézus mondott valamit. És előtte mondott valami, hogy mit csinál, hogy én hozzad, nem megszerezzem. Mit csinál? El vagyok, és írt valamit a borba. Lehet ezen aggálni, hogy ez az evangélium titka marad, hogy mi az, amit írt a Jézus borba. Nem mondjuk semmit, oda jön, hogy már a törvészekbe előtt írt, én menni bűnösen. És én nem mondott először sem. Hanem lehajolt földön. Most egyes nagyokos emberek szerint még egy titok is maradt, valószínűleg körülötte az asszony különálló emberek bűnét bírta a bor. Elkezdte sorolni. Mint ahogy én is, már első áldozat voltak, akik arra készülnek, nagyon tudnám, hogy ahogy hát valahol elvittük, tisztra csak alapján, és akkor végig megyünk. Valami rosszabb tettem, valami megmondom.
És hogyha én tudtam azok, akkor valóban én is vagyok, hogy megfecsáltam most. Ugyan Jóisten is megfecsáltam. Úgyhogy való ezért imádkozunk. Én ugye ezen a mai vasárnap, és ezen a hétvégén, hogy akkor ez megtennem. Ez az én is. Hogy valóban kész lesz az űrhajó, kész lesz az a rajz, az a testvény, ez ott van. Hogy valóban én tudok-e, így tudok-e odaállni a Jóisten embertársaimnak. És elsősorban még magamra figyelni, hogy azt állítsd. Ezért imádkozom is, terjesztő kérdéseket, mennyei Atyát elé, de még előtte fel a nevét. Hiszek el Isten. Imádkozzunk testvéreim, hogy megváltó képet kiváljunk ahhoz, mindenkor hűségesek vagyunk. Tudom, áldják szeretetben a püspököket és a papokat, hogy mindig a te szereteteket adják tovább minden emberre. Hallgass meg tovább! Jézus, hogy te soha
Hallgass meg minket, mindenható Isten, és akkor híveidre tisztítsa meg ennek az áldozatnak a szemben, miután keresztény hit tanításának részesít. Krisztus, amit megálltam. Az Úr legyen benned. Emeljünk a szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istennek. Valóban méltó és igazságos, idő és ügyös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk minden. Mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te gyermekeid lelki tisztulására üdvös időt rendeltél, hogy szabaddá váljunk minden bűnös bántó, és úgy használják a vonatú javakat, hogy többre tartsák az örök élet. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és végül. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyeret, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyél, és ígyatok ebből mindjárt, mert ez az én vérem kenyeret, az új és örök szövetség. Ez a vér érte, és sokat írt fiú a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjék az én emlékezetem. Íme hitünk szent titka. Hová vagy a tévei, és így el vagyunk feladatni.
üdvösségünkben, és lámadat, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, hogy gyűjtsön ebbe a szent élet mindnyájunk, akik Krisztus testében és vérében részesünk. Visel szíveden, hogy egyházal sorsát az egész világban. Tedd tökéletessé a szeretetet, Ferenc pápán, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményével élt testvéreinkről, és mindazok, akik irgalmatlan bízva távoztak el a világot, bocsásd őket szent színnek látásnak. Könyörülj kérünk mindnyájunknak, hogy Isten anyjának a boldogságos szint Szent Józsefben, az ő jegyesében, a szent apostolokkal és minden szenttel, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előttel, részesei lehessük az öt életnek, és dicsőítve magasztalunk téged, Jézus Krisztus, a te fiam által. Ő által, őben és őben. A tiéd minden adókatra Isten, szent lélekkel elsőre. Minden tisztelet és dicsőség, mindig örökké. Ha Isten atyának hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymást, és akkor így elhetsz. Mi a fiam
Íme, aki elveszi a világnak. Boldogok, akiket meghívasztalál az Jézus, az Isten lát. Thank you.
Kérünk mindenható Istenünk, add, hogy mindig élő tagjai maradjunk Szent Fiadnak, akinek testét és lélek magunkhoz tettünk, aki él és uralkodik mindörökkörülünk. Szeretettel mondom, hogy köszönetem a kedves életnek, hogy ismételten nagyon sok tartós életviszert adományoztak a szegény családjának részére. A jó Isten fizesse meg. Hirdetjük továbbá, hogy jövő vasárnap lesz Virág vasárnap, Jézus ünnepélyes bevonulásai vasárnap. Az ünnephez tartozik a Varga Szentelő körben, melyet a 9:30 órakor kezdődő gyerekmise keretében néztünk. Ugyancsak ehhez az ünnephez tartozik Passió, azaz Jézus szenvedés történetének éneklése, és énekeseink az esti szentmisén fogják Passió. Mai napon Ferenc pápa megválasztásának évfordulója, imáinkban állunk menni, hogy feladatát Isten tetszése és az egyház javára végezhessen. Holnap hétfőn délután 5 órától a Szent Mónika közösség gyermekekért imádkozik imaórával, az imádságra szeretettel várjuk az édesanyját. Pénteken délután 4:30-tól keresztutat végzünk, melyre szeretettel várjuk. Megérkeztek a húsvéti képeslapok, amelyek bejáratnál lévő asztaltán megvásárolhatóak. És hirdetések után jönnek a kérni, ez egy sorsolás is. Balázsóra, Bíborra.
Mindenki.